Igen. De egy turkálóból szedtétek össze a cuccot? Na jó, Ati, menjünk! Hát elég sértegetnek bennünket. Több százezres ingekről beszélünk. Csak az új a százezer. Ne szólj. Ami amúgy nincs. Igen. Például ez saját kollekciómból a polcról jött a cipőm, én gyűjtöm a Jordan cipőket. Ó, nekem is. Figyelj, ezért Amerikában leszúrnak. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Pesti Divadóban, az első magyar televíziós újságíró díjkiosztó gáláján. Ez a mai rendezvény egy kicsit hasonlít is mondjuk egy közkedvelt tehetségkutató, vagy az összes közkedvelt tehetségkutató versenyhez. Azzal a különbséggel, hogy ezen a versenyen nem civilek voksolnak, hanem még szakmabeliek. A 2004-es produkciók közül a legjobb megszabású showműsor a Sztárban Sztár. És hát ahogy nyertes, akkor ne főnök. És a díjat kapja, elszünet Schoner Krug. Gratulálunk! Konyha főnök, az itt maradt. Hát, nagyon örülünk, hogy a halálcsoportban Ridicule és Comedy Centralben mutatja mögött elhoztuk a díjat. Polgárpunkasztás, polgárpuki címszóval csak félig öltöztünk fel komolyan, ahogy félig is veszünk komolyan a újságírókat. Nem csak vicceltem. Köszönjük szépen még egyszer, és gratulálunk a többi díjazottnak. Ki volt a mai stylist fiúk? Nekem Ati, és Atinak pedig én. Tényleg kicsit komolyabban, mit jelent nektek az, hogy a televíziós újságíróktól ti díjat kaptatok? Azért, hogy egyébként néha be is szóltok az újságíróknak. Ez jó érzés, mert látszik, hogy nem veszik túl komolyan a beszólásokat, helyén kezelik, úgyhogy ez teljesen rendben van. Nagyon jogos, hogy nekünk adták ezt a díjat. Itt volt már az ideje, azt akarja Ati mondani. Nem tényleg, tehát a nézők szempontjából ugye 7 éve, több mint 7 éve töretlen sikernek örvend a Schoner Krug, és akkor most így egy 7 év után elismerte a szakma is. Mert minden kapcsolat a 7. évben a legrosszabb, lehet, hogy most megromlik a szakmával a kapcsolatunk, de... És tavaly is mi nyertünk, de tavaly még nem volt díjátadó, csak kaptunk egy levelet, hogy srácok nyertetek, azt kénytelenek voltunk utólag berúgni. Na nézzük, hogy ki lett a legjobb női műsorvezető. Ördög Nóra, szerintem mindenki ilyen igazgató nőre vágyna, mert a nyertes, aki jelenleg nincs, ugyanis énekiskoláját vezet. Gratulálunk neked ezért a díjért. Mit jelentek neked a díjak? A díjak azok nagyon fontos visszajelzések. Akár szakmai díjról van szó, akár közönség díjról van szó. Ugye a közönség nem nagyon tudja, az anyukám nem tudja, meg a sarkjai nem tudja, hogy miért tetszik neki valami, csak tetszik, vagy nem tetszik. A szakma az sokkal több mindent tud arról, hogy egy műsor mögött mi van. A díj az számra következmény, nem cél. Tehát én nem lehet azért, a sportoló azért csinál valamit, hogy díjat kapjon, első helyezett legyen. A magam fajta az azért készít televíziós műsorokat, mert szeret televízió. Ez az élete, ez a késztetése, ez a kíváncsisága, ez hajtja előre. A tavalyi esztendőről legjobb hazai gyártású sorozata. Mondhatni a trónok harcának győztese, a Terápia. Magyar HBO már komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy minőségi sorozatokat gyártsunk évből évre, és különösen megtisztelő az, hogy ezt a kritikusok is értékelik. A Terápiát egyébként többek más sorozatokkal együtt folytatni fogjuk. Átkategóriás színészek sorozatokban is feltűnhetnek, és hát látunk három jelöltet, akik közül mindenkire elmondható ez. Szóval a tavalyi évben egyetlen egy olyan ember van, akire a legtöbb bóks érkezett, ez pedig nem más, mint Mácsai Pál. Utalt rá a producer, hogy lesz folytatás. Mit lehet erről tudni, vagy lehet-e már valamit tudni? Pont ennyit tudok, amennyit utalt. Tehát, hogy egy harmadik évadot tervez az HBO, és hogy ezt írják, ez, ha lehet, még jobban el fog térni az eredeti forgatókönyvektől. Már a második évad is tulajdonképpen egy teljesen szuverén szöveg volt, megtartva az alaphelyzetet. Ez pedig egy még annál is magyarabb, vagy a mi életünkről szólóbbnak terveződik. Ennyit tudok róla, és hogy talán ősszel el tudjuk kezdeni, ami ugye egy fél éves forgatást jelent, vagy egy bőfél éves forgatást, és akkor azzal úgy tudom vége.